Még ma is le volt zárva a síremlék az északi temetőben. A főbejárat melletti jobboldali járdát már elzárták a forgalomtól. A tűzszerészek és más szakemberek még csütörtök délután is a helyszínen voltak. Szerda délelőtt egy kripta alapjának kiásását végezték, amikor a rakodógép körülbelül 2-2,5 méter mélyről harcászati eszközmaradványokat és emberi maradványokat is kiforgatott. Természetesen abba hagyták a gépi munkát és kézzel folytatták tovább. Ezzel egy időben értesítettük a rendőrséget, akik biztosították a terepet, illetve rajtuk keresztül értesült a Honvédelmi Minisztérium, pontosabban először a Honvédségnek a tűzszerész csoportja, akik nyilván megnézik azt, hogy van-e esetleg veszélyes, vagy még mindig éles és működőképes lőszer, vagy bármiféle hadászati eszköz. Ezt délután megtették, addig a helyszínt biztosítottuk, a munkákat abba hagytuk, illetve hát a Honvédelmi Minisztériumnak a hadisír gondozó osztálya vette kézbe az ügyet. A honvédség lezárta a területet, így kameráinkat sem engedték közelebb. A vizsgálatok közben kiderült, hogy többek között puskatust, lőszert és ruházati maradványokat találtak a csontok mellett. Róka Zsolt hozzátette, a temető 150-160 éves, így több háborús korszakot is megélt. Előzetes vizsgálatok alapján már konkrétabb információjuk is van a talált leletekről. Jelenleg is a feltárása folyik, és azt fogja eldönteni majd, hogy a munkákat ott folytathatjuk-e vagy nem. A maradványok elszállításra kerülnek, és majd ezt követően értékelésre. Annyit el lehet mondani, hogy második világháborús maradványokról van szó, és még a fellelt azonosítók alapján most, amit tudunk, az, hogy német illetőségű emberi maradványokat találtunk. Értesülésünk szerint a napokban a múzeum munkatársai is kilátogatnak majd a helyszínre.